Üdvözlök mindenkit, Nekrotin vagyok, jön egy kis Warframe, és srácok beszélgessünk a Nuke bildekről, a nuke a érdekességéről, fogal nem akarom lelőni a poént, beszélgessünk a núkról. oké, okay, a Nuke bildekről, és nézem a különböző videósokat, hogy hogyan keverik a helmit képességeket, és némelyik nagyon jó ötlet, és némelyikről úgy érzem, hogy nagyon félrelő, abban, hogy az emberrel éreztesse azt, hogy ez egy nook build. Félértés ne essék, mindegyik build, amit láttam, így helmit képesség, képesség, keveréssel, illetve például Mark of Death uh, buildeket, amiket itt is fogtok látni. Mindig azt látom, hogy tökéletesen jól működik, és nagyokat lehet sebezni, és dirdur mindenki meghal. De a nuknak a fogalma a Warframe-ben az, nem abból áll, hogy mondjuk a korra kettesével összegyűjtjük az enemit egy helyre, és akkor egy csapással leütünk mindenkit, hanem a nők, a volsőben az az, amikor azt ugye a szomszéd szavában is megérzik az enemik, mert hogy úgy tudsz ölni, hogy így a falakon keresztül is látod az XP-t, szóval egy nagy területen kiterjedve látod az XP-t, és ez egy ilyen rohadtul jó leső érzés. Amikor visszajöttem a Warframe-be játszani, ez már nagyon régen volt, ugye bárver, hogy Um, valamikor én elkezdtem a warframe aztán nem bírta a gép, abbahagytam, még lett egy olyan gépem, ami bírta, és akkor visszajöttem, és az egyetlen warframe a Loki volt, és a Loki-nak az ulti ugye sebez az infestedre, és annyira jó érzés volt látni, hogy nagy terület, amikor elultiszta, hogy zzz, az XP-k szálltak mindenhova régen, és ez, ez az, ami hiányzik a nuk a núkolásból. Ugye volt a Trinity Sancti Castanas kombó, az is egy kiváló núk volt, mert szoba méretű volt, pálya méretű núk volt, aztán ugye ott volt a Vukong, és annak is volt egy nagyon jó núkbillja, ami nagyon gyorsan uh, le uh, Régen ott volt a meg hármas képessége bolygópusztításként falakon keresztül láttad az XP-ket elszállni, és ez a núk képessége. A mostani legújabb núkunk, ugye a korában létezik, és annak is az egyes képessége, a DPS kora, az tud núkolni e, szobákat, de valami hiányzik. A másik pedig, hogy mi kell ahhoz, megvalósuljon a játékban, hogy kényelmesen núkozgass. Szükséged van időre ugyebár időre, hogy előkészítsd esetleg azt a núkot, hogyha nem egy instant nyug, mint például régen a megnek a, két, a képessége, ugye előtte, akkoriban még a kettes volt a hármas képesség, előtte és kipusztult az egész pálya, az egy egyszerű núk volt, semmi nagyon extra, de ugye ott volt a trinity azt elő kellett készíteni, például ledobtad a kasszanákat, samát magad a azt visszaosztotta az enemire, és ehhez szükséged volt időre. Szükséged volt egy csapatra, esetleg crowd controlra, hogy az enemy ne lőjön, hogy legyen időd előkészíteni. Na most ezt vettem figyelembe, amikor összeolvasztottam a különböző Warframe-ekkel a Mark of Death című helmet képességet, ugye bár, és ezért döntöttem az Equinox mellett. Azért, mert az Equinox képes nekem időt adni, hogy előkészítsem a nukot, képes nekem Um, crowd controlt biztosítani, hogy életben tudjam tartani magam, amíg előkészítem a nókat. És a Mark of Death-el uh, való kombinációja a range-nek, amit használok, az egyszerűen nagyon jó szinergiába. Tehát a Mark of Death-nek a range, amin 6, és az altatás. Ar, és annak a range -e, amin had, egy nagyon jó kis uh, kombinációban uh, van, és szoba méretű, jó érzéssel eltöltő nuk keletkezik, amit láthatjátok a videóban legalábbis nálam. Ez az, ami jó érzéssel tölt hogy látni azt, hogy egy nagy területen, körülöttem lévő enemik csak így pff, XP-k és is voilà, miközben teljes mértékben biztonságban érzem magam különböző adottságoktól. Ugye a Mark of Death először le lett nörfölve, most viszont visszajött egy kicsit az ereje, és 150%-nál meghúzták a határt, tehát annál nagyobbra nem növelheted az erejét a Mark of és ugye azt is nörfölték, hogy a trikeri állandóan bekapcsoljon, mert hogy egy nukkal gyakorlatilag a trikeri folyton be volt kapcsolva. De semmi baj, mert a trikeri még így is nagyon jól működik, és, mint mondtam, az Equinox időt ad rá, hogy kihasználás, hogy bekapcsoljon, a trickery. Nem is, hogy az Equinox, hát végülis az Equinox és a Skedgety-nak a kombinációja ad rá időt, hogy ezt uh, kényelmesen használtuk a képességet. Mondom, mit kell csinálni, és nem is nehéz. Fogod a skedgety ami mindenkinek elérhető már nagyon-nagyon-nagyon uh, korán, és ugye tudjuk, hogyha finisher damage-et csinálsz a skedgety halhatatlan lesz, uh, bocsánat, láthatatlan leszel, mert láthatatlan is, láthatatlan leszel. Kettes képessége az éjszakai Equinoxak altatja az enemit, ezáltal megnyitja őket finisherre, ezáltal te láthatatlan leszel. És másra semmit nem kell csinálnod, csak altatnod, és a körülötted lévő elaltatott enemiket szépen addig kell finisherelni, amíg bekapcsol a trickery, és ígyetek el, elég gyakran bekapcsol. Hülyének hangzik, hogy a trikeri hagyatkozni, hogy bekapcsolja vagy sem, de nagyon sokszor bekapcsol, és ezen kívül, ha egy ügyes játékos vagy, további kockázatokat tehetsz, de nem, nem, nem van rá szükség, mivel a trikeri tényleg nagyon jól bekapcsol. Amint bekapcsolt a trikeri, semmi más dolgod nincs, csak egyet altatni, rányomni a Markov Death a legnagyobb életű enemire lehetőleg, hogyha ki tudod válogatni, amit látjátok, nem akkor a nagy probléma, le leheted, lehető legnagyobb életű enemire rányomod, és lefénysered a csába, és nuk és időd van, értitek? Ha szerencséd van, a trikeri még egyszer elkapcsol, mire, mielőtt lejárna, még egyszer elkapcsol, és megint újra láthatatlan leszel, és ez azért előnyös, mert mindenki körülötted láthatatlan lesz, úgy értem, kutya, macska, szentén, anyám, kinya láthatatlan lesz, azok mind életben maradnak, képesség használatkor nem jössz ki láthatatlanságból, és a többi, és a többi, a trikeri egy nagyon-nagyon hasznos kis Dolog 29 másodpercig láthatatlan vagy kurva sok idő, hogy nukolgas. 29 másodpercnyi biztonságban eltöltött núk időd van, és az ellenéki jönnek feléd. Ugye mert egyszer-egyszer kiösszel láthatatlanságba, és akkor megindulnak, és akkor ott lesznek mindig körülötted. És itt most Pass-ról beszélünk, szóval ez a bill szerintem overkill, hogy normál módon játszál, Azt ki kell emeljem, hogy. Öm, szólósabb, semmint, hogy csapatirányú, mert ugye a csapat az elvonhatja az enemit, és akkor, de hogyha együtt összeálltok egy kis gruppenbe, mondjuk egy nekrosszal, akkor az Equinox tudná intézni a núkolást, hölgyeim és uraim. Szóval, ami a bildet illeti, kezdjük a skiadjati szóval. a csináltok rá egy finisher kiélezett a buildet. A lényeg az, hogy legyen benne mindenféle erő, crit chance, crit damage, eh, még több erő, egy eh, kis gyorsaságért azért a Fury nem árt, hanem, és látjátok, le se kell formázni, kezdjük ott. Finishing touch, is kis ide, eh, több finisher eh, damage -e. ide meg bármit berakadsz, akár egy healing return is, hogyha úgy tetszik, vagy akármit, ami neked jó tetszik, az alapja legyen mondjuk ez, eh, ennek a buildnek. Akkor euh, nézzünk rá, ugye az Equinoxra, ne felejtjétek, hogy éjszakai formáról beszélünk, 175-ös range, na most Steel oké, okay, mert én ott teszteltem a dolgokat, Steel így érzékeltem optimálisnak a buildet, viszont normál módban nagyon sokféleképpen játszadozhatsz ezzel a buildel, amit látjátok, nulla formás, oké, okay, megcsinálni is. Energize, jó, ha van, nem feltétlenül muszáj, de jó, hogyha van. Uh, egyértelmű, tehát Energize helyett, <coughs> attól függően milyen szinten vagy, berakhatsz egy fury is a több damage című történet. Na. 175 range-en, az azt jelenti, hogy ez a fos 8,75 méteren tud altatni, viszont 87 méterről tudod őket elaltatni, de a lényeg az, hogy elaltatod őket, a Markov of Death pedig 17 méteren uh, robban, ami nekünk uh, nagyon fontos, de hát 60 méterről elkapcsolhatod, lol. Uh, és, hogy legyetek, 134%-os damage booston van, ki lehet keppelni 150%-ra, viszont ahhoz, hogy a build Steel path optimálisan működjön, úgy vettem észre, hogy annak, mint az Adaptation és a Vitality, egyszer-egyszer, mert hogy eltévedt golyó című történet uh, megesik, és az Adaptation Vitality elég jól jön. Na most... Itt van nekünk az Augur Reach, ugyebár, ami folyamatosan visszatölti a shieldünket, tehát shield gating mindig lesz, és ezért mondom, hogy a bátrabb játékosok azok lecserélhetik ezt a kettőt, csak akkor át kell formázni az egész szerencsétlen warframe-et, és hát értitek. <laughs> pont azért fogom átformázni. Szóval egy olyan bilda, amit alapvetően amúgy is csinálnék. Tehát ha, tovább akarnám fokozni, de ezt csak normál módba tudnám ajánlani, akkor egy olyan augment módot raknék bele, hogy peaceful provocation, és akkor talán még altatni se kell annyira őket, mert belassulnak az enemy éjszakai formába, akik körülötted volna, csak féle tanká változol, és csak úgy kényelmesen, csak azért kellene altas, hogy valakire rárakd a Mark death -et. Uh, és utána nókold azt a bizonyos uh, szobát. Szóval, hölgyem és uraim, ez egy nagyon jó potenciával rendelkező build steel szólózásra, inkább ha csapatban, akkor szoros együttműködésről uh, kell legyen szó, és nincs másra szükséged, csak egy kardra. Nos, uh, Sentinelek terén kutya, macska, krit macska, dő, kritmacskával simán el lehet lenni, mindenki láthatatlan, ezt életben tudod tartani, ezt a szerencsétlen kutyamacskát, vagy ha elesik, fel is tudod szedni, mert a láthatatlanság miatt lesz rá időn. Én itt taxon tesztelgettem, mert még eleinte gondok voltak a játék stílussal, illetve hogy hogyan tartsam magam életbe, de amint kirajzolódott előttem, hogy mit kell csinálni, és ugye azt elmagyaráztam nektek a videó elején, úgy már rögtön tisztává vált, hogy milyen könnyedén életben lehet maradni, miközben nukolgatod az egész pályát. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tudtam hasznos információval szolgálni. Ha igen, iratkozz fel, nyom rá a csengőjelecskére, klámba, lehet csatlakozni Discord szerverünkre, lehet csatlakozni bárki csatlakozhat. Linkek mindehez a videó leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!